Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Dombóvári magazinját látják. A következő témákkal készültünk. Munkájukért díjazták őket, rendőrök és tűzoltók kaptak elismerést. Művészeti iskolák találkozója. Dombóvár adott helyszínt a színvonalas rendezvénynek. Oktatás és játékos programok, családi nap és klímavédelem a Szivárvány óvodában. Dombóvár elismert közössége díj 2024. Elismerték a helyi rendőrök és tűzoltók munkáját egy diátadó ünnepség keretében Pintér Szilárd polgármester köszöntötte el jutalmazottakat. A dombóvári polgármester nagyon fontosnak tartja, hogy értékeljük a tűzoltók és a rendőrök munkáját egyaránt, akik szorgalmasan és nagy elhivatottsággal dolgoznak. Azt gondolom, hogy évrébe örömterült Szentgyörgy nap környékén, majd az azt követő napokban kerül átadásra a Dombóvár közbiztonságáért és az év kistérségi rendőre. Mi ezt a kihívást nagyon komolyan vesszük, hiszen amikor a társulás úgy döntött, hogy ezt a díjat megalapította, akkor azt gondoltuk, hogy azokat az elkötelezett rendőröket minden évben el kell ismerni, akik kiemelkedően végzik munkájukat. Azt gondolom, mindkét szervezetnél, mind a tűzoltóságnál, illetve katasztrófavédelem, illetve rendőrségnél szükség van arra, hogy mindig az átlagnál jobb teljesítményt nyújtó embereket elismerjük, kitüntetésben részesüljenek, hiszen azt gondolom, hogy a mai naptól fogva ők a társaik közé példaképé válnak, és azt gondolom, hogy a jó példát követni kell. És egyeztettem a vezetőikkel, évről évre nehezebb kiválasztani a legjobbat, hiszen mindkét testületben kiváló emberek dolgoznak. Tavaly december óta 5 darab lakástűz volt Dombóváron. Nyilván itt egy összevont eljárással sikerült felderíteni, hogy ki az, aki ezeket elkövette, de hát azt gondolom, hogy ezeknek a gyakorisága soha nem látott mértékű volt. Ez egy közös munka eredménye szintén. Nyilván a rendőrök tekintetében azt gondolom, hogy ez a migrációs hullám, ami Magyarországot érinti, és nyilván vezényelnek vidékről rendőröket a határ védelmére. Azt gondolom, hogy olyan terret rót rájuk, hogy meg kellett felelniük nyilván Dombóváron és a járásba is, és helyet kellett állniuk Magyarország határainak védelmében is. Kapitány úrral többször egyeztetünk, azt gondolom, hogy ez a fluktuáció, amely a rendőrségre jellemző volt Dombóváron az elmúlt években megállt, nagyjából a teljes létszám fel van töltve, és ezt említettem már az előbb, kiváló emberek dolgoznak mindkét testületben. Elsőként Ignác Richárdot emelték ki a rendőrök soraiból. Igazándiból a mai esemény, ami miatt itt vagyunk, az az év kistérségi rendőrének a megtisztelő címének az átadása, amire a vezetőink úgy döntöttek, hogy én vagyok érdemes az évi munkám miatt. Igazándiból én a Dombóvári Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának a nyomozó alosztályán teljesítek szolgálatot nyomozóként. Egyben én vagyok a nyomozó alosztályvezetőnek a helyettese is már egy jó pár éve. Kitüntetést én úgy gondolom, hogy a úgymond állandó, magas színvonalú szakmai munkám miatt érdemeltem ki. Eléggé terhelhető vagyok, eléggé bonyolult ügyeket viszek, úgymond így az alosztály szintén a legkomplikáltabb ügyeket szoktam én feldolgozni. Igazándiból a tavalyi év is az előző évekhez képest ugyanolyan nehéz volt, hanem még nehezebb, rengeteg az internetes bűncselekmény, csalás, ebben a kibertérben elkövetett bűncselekmény, és javarészt ezeknek a nyomozásával foglalkozom. Ezeket az eljárásokat szoktam én, úgymond előadóként vezetni. Nagyon sok szempontból bonyolult a munkánk, sok mindenre oda kell figyelni, mint a jogszabályi környezetre, mint igazándiból más körülményekre. Talán ez a legnehezebb része, hogy az állandó megfelelés és hogy megfelelő színvonalon ezeket az eljárásokat le tudjuk folytatni, és sikerre is vezessenek ezek az eljárások. Szeretek segíteni másoknak azt, hogyha valaki egy olyan szorult helyzetbe kerül, amiben igazándiból nem nagyon lát bármiféle segítséget és kilátást, hogy ezt a helyzetet próbáljuk mi orvosolni és megoldani, és jó dolgokat csinálni. Nem sokára Pitz Gábor következett, a Dombóvári térség bűnmegelőzése és közbiztonsága érdekében végzett kiemelkedő szolgálatellátásának elismerését vehette át. Parancsnokom felterjesztette erre a díjra, úgy érzi, hogy a tavalyi év során olyan kiemelkedően teljesített, mint én, mint a beosztottaim, hogy én erre a díjra érdemesnek bizonyultam. Én már 13 éve vagyok rendőr, és itt Dombóváron teljesítettem szolgálatot. A tavalyi év nagyon jelentősen megterhelő volt, úgy gondolom. Én ugyebár az igazgatás rendészeti alosztályt vezetem, alapvető feladatunk a szabálysértés eljárásoknak a lefolytatása, illetőleg az engedélyügyi tevékenység, a vadászokkal foglalkozunk, illetve személy és vagyonőr ügyeket intézünk. A szabálysértés ügyekben sajnos emelkedés mutatkozott a tavalyi év során, amit
úgy is gondolom, hogy nagyon sok fokozott ellenőrzés történt itt a közutakon, és ennek köszönhetően emelkedett a szabálysértés ügyeknek a száma. Ezeknek az eljárásoknak a lefolytatása különösebb nehézséget egyelőre még nem okozott. Igyekeztünk mindig humánusan eljárni a úgymond a feljelentett személyekkel szemben. Igazából ez is okozta itt a legnagyobb nehézséget, hogy nagyon emelkedtek a szabálysértés ügyeknek a száma. Végül, de nem utolsó sorban a tűzoltók is kaptak elismerést, Karádi Attilát szólították. Hát az előző év az egy átlagos évnek tekinthető, körülbelül hasonló káresetek, nagyon nagy káresetek nem történtek, hanem ezek a szokásos, úgymond mindennapos, tehát a rendszeresen előforduló káresetekhez vonultunk. Persze nagyobb káresetek is voltak, tűzeseteknél, lakástüzeknél, háztüzeknél kellett beavatkozni, ez mondható a legkomolyabb káreseményeknek, illetve műszaki mentések során a baleseteknél, hát több balesetnél is sajnos be kellett avatkozzunk. Fontos a rendőrök, tűzoltók áldozatkész munkáját elismerni a mindennapokban is, hiszen a közösség biztonságáért és védelméért dolgoznak. Az Evangélikus Művészeti Iskolák második országos találkozójának adott otthont a Művelődési Ház. Kocsis Éva a Dombovári Iskola képviseletében beszélt az előzményekről, előkészületekről és a szervezésről. Az első az tavaly került megrendezésben Sopronban, ott hívta életre ezt a kezdeményezést Jacsó Erika kolléganő, és mi szeretnénk folytatni ezt a hagyományt, úgyhogy nekünk ez nagyon nagy öröm, hogy idén ezt mi vállalhattuk fel. Összesen 5 intézmény lesz jelen az Evangélikus Művészeti Iskolák közül most idén itt nálunk. Jönnek Erikáék Sopronból, jönnek Soltvadkertből, Győrről, Szombathelyről, és természetesen mi. Igazából egy összművészeti produkciót, gálát láthatunk ma, ugyanis kiállítás megnyitással fogunk kezdeni, bemutatkoznak a képzősök, és utána pedig teret adunk a táncnak, színjátszásnak és a zenének a nagy színpadon. Mindegyik intézmény külön-külön készült, ez egy lehetőség a bemutatkozásra is, hogy betekintsünk egymásnak a munkásságába, meg a közönségnek is, mert természetesen nyitott a rendezvényünk, tehát a városból bárki jöhet, meg úgy tudom, hogy jönnek is, meg voltak érdeklődők, betekintést nyerhet az ország igazából egy kis szeletjébe a művészeti munkából. A soproniakkal rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Természetesen mindenki végzi a maga munkáját, de abban a pillanatban, hogy valami felmerül bennünk, vagy egy ötlet, vagy egy kérdés, amit meg kell oldani, akkor rögtön keressük egymást. Nagyon sokat készültek rá a kollégák, meg a gyerekek. Ugye hát azért ezt már tudtuk évelején, hogy mi erre fogunk készülni. Tehát az egész évben ezt rászánták. Igyekszünk megmutatni minden művészeti águnkat, tehát lesz tőlünk zenei produkció is, lesz drámai színjáték, valamint a táncosaink is be fognak mutatkozni. Úgy állítottuk össze a programot, mert azért, hogyha úgy mindenki nagyon ki akarna tenni magáért, az egy nagyon-nagyon hosszú rendezvény lenne. Tehát úgy állítottuk be, hogy mindenkinek körülbelül művészeti ágánként negyed óra bemutatkozási lehetősége van. Ebbe körülbelül 4-5 műsorszám fér bele, illetve a táncosok részéről egy nagyobb koreográfia, vagy egy előadási, vagy egy műelőadásra, vagy egy színdarab előadásra a drámások részéről. Jacsó Erikáék a soproni iskolából érkeztek izgatottan, és idén már vendégként. Tavaly mi Sopronban kezdeményeztük ezt a találkozót, azért, mert az evangélikus intézmények között nagyon-nagyon szoros a kapcsolattartás, de kifejezetten a művészetoktatásnak nem volt ilyenfajta fóruma, és ezért gondoltuk, hogy életre hívjuk ezt, hogy maga az alapfokú művészetoktatáson belül is még jobban erősítsük a kapcsolatot, és szakmailag is meg tudjuk egymással osztani a gondolatainkat, és tényleg találkozhassunk minél többször, minimum egy évben, egyszer egy ilyen találkozón, és bízom benne, hogy a jövőben is ez mindig létrejöhet, majd mindig más-más helyszínen.
nagyon nagy örömmel érkeztünk. Mi 4 művészeti ágat is képviselünk az intézményünkben. Táncművészet, egy táncos pár fog ma bemutatkozni itt Dombóváron. Képzőművészeti tanszakkal a kiállításra készültünk és küldtünk el anyagot. Nagyon örülünk neki, hogy itt is megtekinthető lesz. A zeneművészeti ágon több produkcióval készültünk, illetve a színjáték tanszakosokkal is készültünk, de sajnos ott olyan nagyfokú betegség lépett közben, hogy ezt le kellett mondanunk pár nappal ezelőtt, mert nem tudtak eljönni a gyerekek. Hát én azt tapasztalom, főleg a Covid óta, hogy nagyon nagy az érdeklődés a gyerekek és a szülők részéről a művészetoktatás felé, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a tanulók megtalálják azt a művészeti ágat, amiben a leginkább ki tudják fejezni önmagukat. Sokszor ez nyilván egy útkeresés, tehát hogy elkezdi egyik művészeti ágba, és neki szimpatikusabb lesz a másik, de ugye lehetősége van arra is, hogy két művészeti ágon belül is képezze magát. Nekünk Sopronban pont holnap van az intézményünknek egy nagyon nagy szabású rendezvény, ami minden évben az egész intézmény együtt, tehát az általános iskola, óvoda és az AMI is megtart, ez a szentgyörgynapi vásár. Itt is be fognak mutatkozni a művészeti iskolában tanulók, de nyilván készülünk már az évvégi tanszaki hangversenyekre, vizsgákra. A városon belül Sopronban van egy nagyon nagy városi rendezvény, a Tündérfesztivál, ami kifejezetten a gyerekek örömére van már sok-sok évvel ezelőtt megalapult, és itt is részt fogunk venni. A Soltvadkerti iskola az idei évtől vesz részt a rendezvényen új belépőként. Gondolom nagyon jó kezdeményezés, hogy az evangélikus iskolák, akiknek azonos a kutatási területe, hogy így is közelebbről megismerjük egymást, ki hogyan dolgozik, kinek milyen a profilja, és tényleg itt ez egy kis műhely tud lenni. A magam részéről azt tapasztaltam nagyon jól, elő volt készítve a mai esemény. Megfelelő tájékoztatással, úgymond megbeszélésekkel, mikor, hogy hozhatjuk a kiállítandó tárgyainkat, hogy lesznek a programeseményei, hogy készüljünk föl. Tehát maga a fölkészülést ez a szervezési munka előzte meg valójában, mert a grafikák, kerámiák, amiket hoztunk magunkkal, rajzok, fotók, ezek évközben készülnek, tehát a mi művészetoktatásunkban termelődnek, tehát ezeket csak össze kellett állítani. Mivel a rendezvény megszervezése került, erre külön raktuk össze a ide kiállításra került anyagot, de nem csupán erre a művészeti találkozóra készültek, hanem eleve a gyermekeink alkotásaiból lett összeállítva. A rendezvény remek program az iskolások számára, hiszen nem csak a tudásokat mutathatják meg, hanem új közösségi élményeket is szereznek, és új kapcsolatokat alakíthatnak ki. A Szivárvány óvoda családi napot tartott a klímavédelem jegyében. Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan eljöttetek, és majd belenézünk ezekbe a szuper távcsövekbe, hogy mi mindent lehet látni. Ábrahám Mónika a Dipol intézettől érkezett, ők a Klímanocskák program megálmodói. Egyébként ez a program úgy indult, hogy mikor megkerestünk a dombóvári óvodát, abban a kérésünkkel, hogy csatlakozzanak programunkhoz, hogy Klímanocska program óvodává váljanak. Ez az Energetikai Minisztérium támogatásával egy országos program, mert minden vármegyében egy-egy óvoda válik Klímanocska tagovadává. Most jelenleg ugye 12 vármegyét céloztunk meg, és ennek a része Dombóvár. Ez a képzés úgy épül föl, hogy egyszer eljöttünk ide egy bemutatónappal, ezt Bozókiné Szabó Ildikó mesterpedagógus tartotta, akinek az egész Klímanocska programnak a megálmodója, majd ezt követte egy 3 napos képzés, amelyben itt jelenleg 25 óvónő vett részt, Kaposvár és Dombóvár közösen, ahol ezt az egész Klímanocska szemléletet, módot próbáltuk meg átadni. Tanulságos, kicsit játékos formában, azt gondolom, egy nagyon sikeres program keretében, és az álló rendezvény ez itt most, amint itt vagyunk. Hál' Istennek, ahogy látom, nagyon sok szülő érdeklődve, és a gyerekek nagy örömmel vették azt, hogy egy ilyen rendezvényen részt vehetnek, és ez valósult meg az óvodájukban. A Klímanocskák programnak a jelmondata az, hogy nem csak tanítjuk, hanem így élünk. Ez tényleg azt jelenti, hogy Bozókiné Szabó Ildikó, aki 17 éve megálmodta ezt a programot, és Hódmezővásárhelyen a Szabadságtéri óvodában minden nap így tanítja az ő kis csoportját, tehát ők tényleg minden nap foglalkoznak a klíma és környezetvédelemmel, nem csak a jeles napokon, hanem tényleg minden olyan megközelítését megpróbálják ennek, akár a hagyományőrzésen keresztül, akár a közlekedési szokásaink változásán, akár egy olyan szemléletmódban is,
is, hogy hogyan tudunk hulladékot gyűjteni, hogyan tudunk a vizeinkre védeni. Tehát ez tényleg egy ilyen nagyon komplexnek kell elképzelni, és mi ezt próbáljuk meg elvinni sok magyarországi óvodába, hogy a gyerekek ebből ki tudják venni a részüket, hiszen ők lesznek a következő generáció, ez nekik már tényleg nagyon fájni fog ez az egész klímavédelem, ők fogják elszenvedni, hogyha ezen most nem lépünk és nem teszünk érte valamit. Sokszínűen és kreatívan próbálják megoldani azt a kérdést, hogyan lehet klímatudatosságra nevelni az óvodásokat. A családi napon találkozhattunk szelektív labirintussal, közlekedj zölden, kvízzel, egészséges életmód, interaktív foglalkozásokkal és egy ki mit tuddal is a klímaváltozásról. Ez egy nagyon speciális dolog, hiszen itt azért 3-6 éves gyerekekről van szó, nekik nem lehet táblázatokon, grafikonokon vagy egyetemi disszertációkon keresztül tanítani a klímaváltozást, nekik ezt az egészet játékos formába, olyan formába kell átadni, amit ők magukénak tudnak érezni. És amikor ezt megpróbáljuk átadni, akkor nagyon reménykedünk benne, hogy a 6 éves gyerekek már így fognak elmenni iskolába, ott folytatni tudják, és klímatudatos óvodásokból, klímatudatos iskolásokká, és majd klímatudatos felnőttekké válnak ennek a programnak a segítségével, és ez egy jó első etap ahhoz, hogy minden több gyerek környezettudatosan gondolkodjon. A 3 napos képzésnek például az egyik feladata az volt, hogy egy klasszikus mesét kellett az óvónéniknek átdolgozni, klímatudatos mesét. Évé. Tehát például a hófehérke és a héttörpe az egészséges étrendet tanult, a Didergő Kereály energetikai tanúsítványt szerzett, és hasonló ilyen nagyon szuper dolgokat, tehát pontosan ebben próbáljuk azt a szemléletváltást az óvónénikbe is megvalósítani, hogy tudjanak egy kicsit adaptálódni, kicsit elszakadni, és a jól bevált dolgokon, énekeken, meséken, játékokon úgy változtatni, hogy ebbe becsempészük a klímatudatosságot. A program a pedagógusoknak módszereket kínál, bemutatja, hogyan is lehet oktatni és játékos formában átadni a környezet megóvásával kapcsolatos szellemiséget. Az úszósport nagy múlttal és eredményekkel rendelkezik, melynek képviselői a Dombovári Sportiskola Egyesület. Idén ők kapták a Dombovár elismert közössége díjat. Dombováron tényleg nagyon régóta létezik úszás. 1930-as évektől már létezett ez a sportolási forma, de hivatalosan és szakosztályi formában a versenyúszósport 1973 óta működik. Tavaly ünnepelte a Dombovári úszósport a fennállásának 50 éves jubilómi évfordulóját. Erről meg is emlékeztünk Gunarosban egy úszó találkozó és egy hazai házi úszóverseny keretében, ami nagyon jól sikerült. És szerencsére mindig elhivatott edzők és sok ügyes gyerek volt a dombovári úszósport aktív részese. Így volt ez a kezdetektől, így volt ez az elmúlt évtizedeken át, mind a mai napig. És a dombovári úszósport tényleg, mint tudjuk, Rózsa Norbert személyében olimpiai bajnokot is adott a magyar nemzetnek, illetve olimpikont is adott, utánpótlás válogatott versenyzőket adott, és rengeteg magyar bajnokot is adott. Egy nagyon magas színvonalú szakmai munka folyik. Első körben nyilván ez a legfontosabb feladatunk edzőknek és szakosztályvezetőknek. Ez jelenleg úgy néz ki szakosztályunk, hogy 6 csoporttal dolgozunk, több mint 110 gyerekkel, és ebben 5 edző vesz részt ebben a munkában, illetve ezen kívül van még egy olyan segítők, illetve vezetői réteg, akik az adminisztratív és pályázati, illetve egyéb szervezési feladatokat ellátják. Ezen kívül, a szakmai munkán kívül igyekszünk az Egyesületben minél jobb környezetet, hangulatot és közösséget létrehozni. Ebből kifolyólag sok olyan programjaink vannak, amiket magunknak szervezünk tulajdonképpen. Ilyenek a családi napok, a házi versenyek, illetve az ünnepnapokon történő megemlékezések. Ezek azt gondolom, hogy nagyon fontosak, mert nem csak
a szakma, amiért a gyerekek itt vannak, hiszen úszni már megtanultak, tudnak, és sokuk közülük már versenyző is, de azt gondolom, hogy ez csak akkor működhet jól, ha szakmai felkészítés mellett egy jó hangulatú oldott közegben tudnak dolgozni. Nagy büszkeséggel tölthet el minket, hogy a képviselőtestület érdemesnek tartotta a szakosztályt erre az elismerésre. Bizonyára motiváló edzőknek, gyerekeknek egyaránt. Szerencsére sok-sok díjazottunk, kitüntetettünk van már az úszósport berkein belül, mint úszó. És hát azt hiszem, hogy most az Egyesület, a szakosztály is részesül egy ilyen elismerésben, ami a közösség erejét is jelzi. Ez azt hiszem, hogy az egyik legfényesebben pont, csillogó pont lehet az Egyesület életében, úgyhogy ezúton is köszönjük. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök a Tolnatáj Televízió Dombovári magazinját látták, viszontlátásra!